Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A mennyei jó atyánk nagyon érdekes összefüggéseket mutatott meg az egyik kedves csoporttársunknak, testvérünknek, aki igyekszik engedelmességben élni és megtartani az Isten beszédét, Krisztusnak a beszédét. Őt hallhatjátok többek között a Foglaljuk össze videósorozatban. Egy hölgyről van szó, és ezt szeretnénk veletek megosztani, ezeket a nagyon érdekes összefüggéseket, hogy az Isten hogyan tanít minket a fizikai látható dolgokon keresztül a mennyei igazságokra, a szellemi összefüggésekre. Ugye az írás is írja, hogy a mennyei dolgoknak tulajdonképpen a leképezése, az árnyéka, a képmása, ugye a fizikai világ, és Isten azért is csinálta ezt így, többek között, hogy ezeken a fizikai törvényszerűségeken, összefüggéseken keresztül meg tudja értetni velünk a mennyei lelki összefüggéseket, meg tudjuk érteni az allegóriákat, a képes beszédeket az írásból. Nagyon érdekesek ezek a dolgok, ezért szoktuk tanácsolni mindenkinek, hogy ahogy ez a hölgy is igyekszik engedelmességben élni napról napra, olvasva és hallgatva az Isten beszédét, és igyekezve azt megtartani, hogy az Isten az ilyen embereket szereti, ugye arról azért mondja az írás, hogy az Isten ilyen imádókat keres, akik az ő szellemiségében, az ő természetében élnek, és igazságban élnek, elvetve az életükből minden hazugságot, és hamisságot, engedetlenséget. Az Isten ilyen imádókat keres, úgymond az imádat az engedelmesség, mert jelenti nem ezt a amit a kereszténységben látunk, hogy fölemelt kézzel énekelnek, zenebonálnak, és hajonganak, meg sírva imádkoznak órákon keresztül. Nem, Istennek nem erre van szüksége, hanem engedelmes emberekre van szüksége, akiket tud használni más emberek felé. Ez a hölgy is jó példa előttünk a közösségünkben, hogy hogyan kell csendességben, nem uralkodva a férfin, a férjén, hogyan kell engedelmességben élni, és az Isten megjutalmazza őt rendszeresen nagyon érdekes kijelentésekkel, összefüggésekkel. Tehát erről szeretnék, ezt szeretném megosztani veletek, hogy amiket a fizikai világban látunk, tapasztalunk, élünk, megélünk, azt hogyan tudjuk kivetíteni az íráson keresztül a mennyei dolgokra, a szellemi összefüggésekre. Ugye az atyánk úgy alkotta meg a fizikai testünket, hogy ennünk és innunk kell. Igaz? Tehát szükségünk van eledelre, és szükségünk van vízre is. Mind a kettőre szükségünk van ahhoz, hogy ugye energiát kapjunk, hogy élni tudjon a szervezetünk, hogy táplálja a szerveinket, stb. Stb. De ha csak vizet innánk, tegyük föl, akkor ugye éjjel halnánk egy idő után. Ha viszont csak ennénk kenyeret vagy bármit, akkor viszont egy idő után szomjan halnánk. Tehát mind a kettőre szükség van a szervezetünknek. Csak együtt tud ez így működni a fizikai értelemben. És ezt is ki tudjuk vetíteni a lelki dolgokra. Ugye az ivás, ugye a víz és a bor, ahogy már beszélgettünk erről sok videókban, ugye az Istennek a beszédét jelenti. A bor ugye a Krisztusnak a vére, a Krisztusnak a beszéde. A bor is, a bornak is a legnagyobb része, alkotóeleme 80-85%-ban, jól tudom, vízből áll, nem véletlenül, ugye. Tehát ez a víz az Istennek a beszédét jelképezi. Az evés, ugye, az meg a Krisztus beszédének a megcselekvését, a megtartását jelképezi. Tehát mind a kettőre szükség van. Ezért is mondja Jakab, ugye, hogy ahogy halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit, ugye, az engedelmesség cselekedetek nélkül. Tehát ha valaki csak olvassa az írást, és az elméjében forgatja, de nem tud abból megvalósítani semmit, akkor ugye nem ér az egész semmit tulajdonképpen. Tehát ezért mondja sok helyen a Pál is, főleg a megváltónk, hogy ő azt mondta, hogy aki engem szeret, az megtartja az én beszédemet. Tehát ugye issza az én vérem, és eszi az én testem. Tehát erről szól ugye az úrvacsora is, ugye erről is szól, amellett, hogy megemlékezünk a Krisztusnak a áldozatáról. Tehát az engedelmesség az ugye erről szól, azt is mondja az írás, hogy ugye a hit
az írásnak a hallásából van, ugye az olvasásból, hogy áll az engedelmesség, mert nem tudunk engedelmeskedni az Istennek a Krisztuson keresztül, hogyha nem ismerjük meg az ő beszédét, az ő akaratát, az ő természetét, és ezt csak az írásból tudjuk megismerni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a Bibliát olvassuk, a Károli Revidiát, tehát szoktuk ajánlani, abban van a legkevesebb hamisítás, hozzátoldás, félrefordítás, de ebbe is van sajnos, tehát teljesen tökéletes, hibátlan, érintetlen fordítás nincsen ilyen pillanatban, de nem baj, mert az Isten képes megmutatni mindenkinek az eredeti összefüggéseket, igazságokat, amik el vannak rejtve az írásban. Tehát szükséges olvasni ahhoz, hogy megismerjük az Istent, és akkor utána, egy idő után megértjük, hogy miről van szó, hogy mit tett ő a fián keresztül, hogy mi a megváltás, hogy hogyan és miért adott kegyelmet nekünk, és akkor elkezdjük átformálni az életünket, a felfogásunkat, a beszédünket, a gondolkodásmódunkat, a természetünket, a cselekedeteinket, az életmódunkat, az egész életünket tulajdonképpen, és ez a cselekedet, tehát ezt ugye a cselekedetet nem úgy kell érteni, hogy most akkor minden nap megteszünk 2-3 jó cselekedetet, és akkor hurrá, akkor mi megtartottuk az Isten beszédét, nem, hanem arról van szó, hogy az egész életmódunkat át kell formálnunk, és Krisztushoz hasonlóan kell élnünk, Krisztus felöltözve. Tehát ott mondja egy János levélben is, hogy aki az ő szeretetében van, aki követi a Krisztust, annak úgy is kell élnie, hogy ő élt, úgy is kell járnia, hogy ő járt, ugye? És akkor így tudunk az Isten szemében élők lenni, élővé válni, ugye? Mert amíg engedetlenségben, bűnben élünk, addig az Isten szemében halottak vagyunk, az ítélet alatt vagyunk. Tehát ez a halott fogalom is ezt is jelenti, hogy az Isten ítélete alatt vagyunk. Viszont így akkor élőkké válunk, hogyha elkezdjük olvasni az ő beszédét, megbánjuk a bűneinket, és elkezdjük megtartani az ő beszédét, a fiának a beszédét. Tehát magyarán isszuk a vizet, és esszük a kenyeret. Így akkor nem fogunk ilyen halni, sem szomjan halni, tehát élni fogunk szellemileg is, ugye, az Isten szemében is kegyelem alatt leszünk. Ha valaki viszont csak olvassa az írást, és nem csinál semmit, tulajdonképpen az nem ér, az nem jó. Ugyanígy fordítva is, ha valaki hiába tesz jó cselekedeteket, hogyha az nem az Istenért teszi, nem a Krisztusért, nem a szeretetből fakad az egész, hanem ilyen humanizmusból, ugye, mint ezek a karitatív szervezetek segítenek, akkor ugye ezek a hol cselekedetek, tehát ennek megint, ez megint nem jó. Tehát a kettő szorosan összefügg, és ez az egyik nagyon érdekes összefüggés, és akkor ehhez kapcsolódóan a másik, amit szeretnénk megosztani veletek. Ugye, ahogy látjuk a fizikai világban, az egyik legszebb csoda, legszebb dolog, ami történik egy családban, egy férfi és egy nő házasságában. Ugye, hogy amikor testileg egyesülnek, akkor születik egy új gyermek, egy új ember születik, meg egy kis csecsemő, egy kis baba. És itt is ugye mind a kettő félre szükség van, tehát ugye szükség van a férfiúra és az asszonyra, ugye azt mondja az Isten, hogy a maga hasonlatosságára teremtette az ember férfiúvá és asszonyjá. Itt is ugye gyakran, főleg a okkultisták félre magyarázzák, és azt mondják, hogy akkor van egy Isten anya, meg egy Isten apa, és akkor így a kettőjük közösüléséből lett úgymond egy kicsi Jézuska odafönt. De ez butaság. Itt nyilvánvalóan a természetről beszél, hogy a nőknek vannak olyan tulajdonságai, olyan természetük, amik a férfiakban nincsenek meg, vagy kevésbé vannak meg, de ugyanígy fordítva is. Tehát ezt így elosztotta az Isten, és akkor azért is, hogy a kettő egyesül, és akkor így lesznek egy testé, így kiegészítik egymást, és így tudnak egymáson keresztül tanulni, fejlődni. Tehát a fizikai világban ugye szükség van a gyermek létrejöttéhez, ugye a férfira is, meg a nőre is. Egyedül önmagában ugye a férfi nem tud gyermeket megalkotni, létrehozni, ugyanígy a nő sem. Még ugye a mesterséges megtermékenyítéshez is szükség van a férfira, úgymond. Tehát ugye, hogy az Ádám és Évától kezdve, ugye a kivizetéstől kezdve, ahhoz, hogy egy új élet, egy gyermek létrejöhessen, ahhoz ugye szükség volt az egyesüléshez. És ugyanezt ki lehet vetíteni szellemileg az Isten igazságaira, hogy itt is tulajdonképpen ez a kettősség megjelenik, hogy
az ige olvasása és annak megtartása, tehát az engedelmesség nélkül nincsen új teremtés, új életmód, ugye nincsen új ember, ahhoz, hogy egy új, az új ember létrejövessen, ahhoz, hogy egyesülnünk kell a Krisztussal tulajdonképpen, tehát azért is van ez a jelkép, ugye a vőlegény és a mennyasszony, megmondja az írás is, hogy aki az Úrral egyesül, az egy lélek lesz vele, tehát ezt itt a fizikai világban, ugye a férfinőnek az egyesülését kivetítve a szellemi jösságokra, egy megtért ember, ugye a Krisztussal egyesül azáltal, hogy megtartja az ő beszédét, és így egy új ember születik meg, egy új ember válik belőle, hogy elhagyja az óembert, a régi bűnös életmódját, és megszületik úgymond képletesen, de ugye ugyanarról a fizikai emberről van szó, most hívjuk, hogy tudom én Istvánnak, ugyanaz az István marad, de mégis az Isten ugye új emberként tekint rá, ugye ezt írja is az írás, itt az Efézusban például, hogy vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki ugye a kívánságok által megromlott, és újjatok meg lélekben és gondolkozásatokban, és öltözétek fel az új embert. Ugye öltözük fel Krisztust, tehát itt azt is jelenti. Tehát itt az új ember ilyen értelemben születik meg képletesen az egyesülés után, úgymond. Viszont aki a sátánnal paráználkodik, az vele válik egyé, és az ugye nem új ember lesz, hanem megmarad a bűnös óemberben, és az egy parázna kapcsolat az Isten szemében. Parázna kapcsolat azért, mert ugye az ördögi tanokat követik az emberek, annak engedelmeskednek, bűnökben élnek, tulajdonképpen a test szerint élnek, tehát ezért ez egy, és így az ördögnek szolgálnak, amikor nem is tudnak róla. Ezért hívja az írás ezt ugye parázna kapcsolatnak. Viszont aki a Krisztussal egyesül képetesen, ez egy lélek lesz ő vele. De ugye itt ugye ez azt jelenti, hogy egy lelkületben leszünk a Krisztussal, egy természetben, ugyanabban a szeretetben, ugyanabban az akaratban. Tehát itt azt jelenti, hogy Krisztusnak a lelke belénk öltözik, hogy a Szentlélek, és akkor így egyesülünk vele. Nem, hanem így leszünk az Atyában, a Krisztusban, hogyha ugyanabban a természetben, ugyanabban a lelkületben élünk. Így válunk egyé, így leszünk ő benne, ő mi bennünk. És hát ugye megszületik az új ember, akit az elején gyermekként, csecsemőként szimbolizál az írás is, hiszen azt mondja az írás, hogy tejet ad az elején az Isten, tejen növekszik egy ideig az ember, hogy ugye megértse a Istennek a képes beszédeit, Istennek az igazságait, aztán később, amikor ugye el kell érni a felnőtt félfiú kort, ugye, hogy érettekké válunk, és akkor már jöhet a kemény eledel. Tehát ezek is kapcsolódnak ehhez az egész szimbólumrendszerhez. Tehát itt is ugye egyrészt szükség van a Krisztus beszédének az olvasására, megtartására, hogy így lehessünk új teremtés, és ugye így egyesülünk a Krisztussal, a szellemi értelemben, és akkor így indul el az új ember, a megszületett új ember. Ezért mondja, hogy aki valaki Krisztusban van, új teremtés az. Régiek elmúltak, újjá lett minden, és ugye aki Krisztusban van, azt senki nem tudja károsztatni. Hogy így tudunk Krisztusban lenni, ugye, hogy megtartjuk az ő beszédét, engedelmességben élünk, szeretetben, ugye ez a új szövetségnek az egyetlen parancsolata, tehát Krisztus mindent betöltött, beteljesített, lezárta az ószövetséget, a törvénykorszakot, a testi dolgokat, és itt már a lelki törvény van érvényben, a szeretetből fakadó engedelmesség, és ez ebbe benne van minden. 10 parancsolattól kezdve minden más, tehát ezért így belett teljesítve, belett tökéletesítve, belett mutatva, hogy miről is szólt a törvény, ezért is volt a Krisztushoz vezető mester, ugye egy ilyen vezérfonal, a törvény, hogy ezen keresztül is megértsük, hogy itt a megváltó, a kulcsa az egésznek, ő a megoldása a kegyelemhez. Krisztusban nem ér semmit a körülmetélkedése, a körülmetéletlenség csak az új teremtés, tehát ez nagyon szép összefüggés, és valójában ez is egy nagyon egyszerű igazság, ami el van rejtve a Bibliában, és az Isten csak azoknak jelenti ki ezeket, akik igyekeznek, törekszenek engedelmességben élni, szentségben élni. Nyilván csak törekedni és igyekezni tudunk, mert senki sem olyan tökéletesen szent, mint a megváltónk, vagy az Isten, ugye, de az Istennek a mustármagnyi engedelmesség már elég, azt be tudjuk mutatni az igyekezetünkkel.
és akkor új teremtés leszünk. Isten szemében elhagyjuk az óembert, úgymond a régi, bűnös életmódunkat. Krisztussal a vőlegénnyel egyesülünk, egy lélek leszünk vele, és nyilván majd odafent, ugye a elragadtatás után megtörténik a házasság, a tökéletes egyesülés, és akkor, mint férj és feleség, visszatér a megváltó, és uralkodnak közösen 1000 évig, de ez már egy más történet. Még visszatérve az első témához, ugye, hogy a víz és a kenyér nélkül az emberi test nem tud élni, ugyanígy ennek a szellem értelme. A Krisztusnál ugye nyilván az Isten fia egy különleges eset volt, és az Isten ott felfüggesztette ezeket a dolgokat, a természeti törvényeket. Az Isten fia amúgyis emberhez hasonló formában volt, tehát ott a 40 nap alatt, amikor ugye az Isten fiát ugye megkísértette az ördög, akkor ugye ő nem evett, nem ivott, az Isten mégis megtartotta őt, tehát ez egy különleges eset, és megváltunk róla szó. Ugyanígy felfüggesztette ugye a vízenjárásnál is a természeti törvényeket az Isten, tehát ezt megcsinálta Krisztussal, akkor ugye ezt az Isten meg tudja csinálni a bármelyik emberre, hogyha szükséges, hogy akár 10-20-30 napig ugye étlen szomjan megmaradjon, életben maradjon, hogyha szükséges, hogyha az Isten akarja használni ott valamire, tehát vannak ilyen különleges esetek, de alapértelmezésben ugye egy embernek szüksége van a vízre és a kenyérre, tehát a folyadékra és a szilárd értele ahhoz, hogy éljen. És csak ilyen apró kiegészítésként szerettem volna hozzátenni, mert talán sokatoknak eszetekbe jutott közben, hogy a Krisztus 40 napig nem evett, nem ivott. Tehát ezért nagyon fontos az igének, az Isten beszédének az olvasása, a hallgatása, azon való elmélkedés, az utána járás, ha lehetséges, az eredeti körögiratoknak a vizsgálódása, elemzése, és az Isten beszédének a megtartása. Tehát az egész életünknek arról kell szólnia, hogy felöltözzük Krisztus, és be is mutatjuk a megváltónkat, hogy különböző szituációkban ugye türelmesek vagyunk, békességben megmaradunk, nem káromkodunk, úgy semmi rothadt beszéd ne jöjjön ki a szánkon, szeretettel vagyunk mindenki felé, segítünk, akinek tudunk. Tehát példásan élünk, ahogy mondja az írás is, hogy példás életet éljetek a pogányok között, mert nagyon sok ember így tud az Istenhez megtérni, az Istenhez fordulni, hogyha látja a Krisztus követőkön, hogy hogyan élnek, hogyan beszélnek, hogyan viselkednek egy-egy szituációban, és akkor így dicsőítik az Isten, mert az Istenhez fordulnak, és hálát adnak az Istennek, hogy ezen az emberen ilyen munkát elvégzett, így meg tudta változtatni, és emiatt ők is az Istent akarják az életükben látni, és Istenhez fordulnak, tehát ezért fontos a példás életmód. Ez jelenti azt, hogy megtartjuk az Istennek a beszédét. Tehát még egyszer mondom, nem cselekedetekre kell itt ráállni, hogy a katolikusok tanítják, hogy jó cselekedetek szükségesek, nem, mert ez egy félreérthető, ez a cselekedet szó, tehát inkább itt életmódról van szó, hogy az egész életünk az Isten beszéde alapján működjön, hogy amiket olvasunk, amiket megértünk, tehát mi is, amikről beszélünk a videókban, azokat mi is igyekszünk meg is élni, betartani, bemutatni az életünkben mások felé. Nyilván az Isten felé is nehéz, mindenkinek nehéz, mi is küszködünk a test ellen harcolunk, mi is úgymond. Mindannyian, ugye Pál is mondta, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitélét nem találom, mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Tehát Pál is harcolt, ő is ugyanúgy, mint mi is. Sajnos ez az emberi test, ez romlott, bűnöktől fertőzött, ezért még várjuk a testünknek a megváltását, ahogy a Róma levélben olvashatjuk. Az még hátra van, amikor Krisztushoz hasonló romolhatatlan testet fogunk kapni az atyánktól, és abban a romolhatatlan mennyei testben tudunk bemenni majd bevenni az Isten országába, hogy Krisztussal lehessünk meg az atyánkkal. Mindenkit csak bátorítani tudunk, hogy legyetek buzgók, kitartóak, olvassátok az írást, és igyekezzetek azt megtartani, megvalósítani az életetekben. Ez a lényeg, ez a víz és a kenyér. Krisztus is azért mondta, hogy az az én eledelem, hogy az atyám akaratát cselekedjem. Tehát ő tökéletesen bemutatta az életében ezt az engedelmességet.
szenvedések és megpróbáltatások közepette is kitartott, és bemutatta, hogy azért is merítkezett be, azért is volt a János, Jánosnál az a történet, a bemerítő Jánosnál, hogy ő a víz alá merítkezett, tehát ezzel bemutatta, hogy az Isten beszédét akarja követni, tehát ő is inni akarja az Isten beszédét, és az az eledeletet meg is akarja tartani, be is mutatta az életében, tehát ő a tökéletes példa számunkra, ő a példaképünk, ő a megváltunk, a közben járunk, aki még az életét is, a vérét is adta értünk. Köszönjük a figyelmet az Atyánk, tartson meg mindannyiunkat az elkövetkezendő időkben, mindvégig. Atyánk legyen velünk, köszönjük a figyelmet.